Volt itt minden, volt bali, utazás. sperma, szuri, Victoria's Secret, üdv itt nálunk. Elment a legény, hazajött a vőlegény, nagy volt a szám, menjünk vicces lesz, a. tudod? Márti már mondta, hogy ne, ezért, két, nem, nem akarja, hogy valamit ellopjanak, meg nem tudom, ráugranak, és akkor majd én mondtam, hogy jó, ez jó lesz majd a videóban is minden, Rettegve voltam benne ott az erdőben, így néztem itt, rettegek a majmoktól. Na, hello mindenkinek! Hello, hello! Hype train van, köszönjük Csítsd. szépen! Sokatoknak már megérkezett a triósbőgre, képzeld el, egy bögre vissza lett küldve hozzám. Úgyhogy ezt most én használom. Nem tetszett neki, vagy mi? Nem, ö, nem vette át. És tudod, a Fox Postnál az van, hogy öt napig nem veszed át, akkor utána ja, vissza, visszaküldik. Vissza ja, ja. Előre is elnézés, srácok. Két napja, amikor jöttünk haza, tizen nem tudom hány órát repültünk, szétfújta a repülő a pofámat, így a legjobb, a torkomat, az orromat. ki? De, de, de olyan hideg, nem, én nem értettem, hideg volt a gépen. mindig hideg van amúgy. Meggyógyultam meg minden, de most az, abban a fázisban vagyok, amikor tudod, tüsszöksz, uh -huh. és az elején ugye ilyen, amikor tű, megfázol, akkor ilyen vizeset tüsszöksz, uh -huh. és amikor gyógyulsz, akkor meg egy ilyen zselatinos ja, ezt, a, a hosszúkást. Kicsit ja, ja. undorító, de... Így van, gratulálunk a lánykéréshez, tes! Thank you, thank you! Utól értél minket! Thank you! <laughs> szép, szép tes! Nem akarsz róla mesélni semmit? Vagy így... Uh, sem ennyire? Pont ezt Mártival, hogy ez marad így nehéz mesélni róla. Igazából Mennyi ideje készülsz egy... rá? Annyit mondjál. Mert nekem előtte, két, két hónap, két hónap nekem előtte jóval tudtam. több idő kellett, mert a gyűrű elkészítéshez önmagában két hónap kellett, és szerintem nekem ja, egy ilyen az, nekem az egy nem, nem. négy hónap volt az előkészület. É, én előtte. Ké, amikor lefoglaltuk Balira az utat, akkor úgy úgy úgy, úgy gondolkodtam aha, már rajta. Aha, na, szép, szép test. Thank Thank you. Elment a legény. Hazajött a vőlegény. Az igen, te. Hát én most már bármikor, amikor ezért Grétát csajonnak hívom így vízből, azt mondja, hogy <coughs> menj asszonyom. Ja, én is úgy hívom. Szóval... Én most már úgy hívom, hogy ó, jegyesem, ó, menj asszonyom. Ezek a balin lévő szállások, amiket mutatták, világ összes pénzéből kerülnek abból hogy elérhető árakon vannak. Kezdjük a legelén, nagyon röviden akkor mesélek nem akartam, hogy túl sok minden elmenjen itt az adásból. De... kiért már, vagy még nem? Nem, 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 azért nem akarok túl sok mindent mesélni, de igazából tök mindegy, szóval most nem meséltem, tök más lesz a videó. Ugye mi tíz napot töltöttünk Balin, uh -huh. kicsit ilyen olyan szezonba mentünk, ami már nem nagyon turista szezon, azért még voltak turisták. Ilyen közepes, közepes uh -huh. szezonba mentünk, nagyon meleg volt, extrém meleg volt, főleg a pára volt, ugye para. Pára para? pára, para, para, Egyrészt én nagyon, jól, nagyon jót tett nekem szerintem az utazás, szóval én például most reggel mondtam pont Mártinak, hogy jöttünk be a városba, hogy hú, olyan vagyok, mint aki ki van cserélve, szóval ilyen, Nem az a feszesen uh, jössz be, is. Ki izin... volt cserélve, hogy a SIM kártyám, nem tud, nem tud, nem tud, senki se felhívni. Yeah. Ott. Yeah, yeah, yeah. Uh, nyilván közben azért úgy, szóval internetem volt, hogy azért dolgoztam, meg, meg igen, azért, azért, úgy elérhető igen. voltam, de de aki hívni akart, ő nem tudott. Pont azt beszéltük, hogy annyi minden jót tett köztük például az élelmiszerek, három nap után éreztem azt, hogy nem puffadok. Uh -huh. Az itthoni élelmiszerek, nem tudom, mi van itthon a kajába, nem puffadok. Annyi annyira könnyű volt a gyomrom. De miket ettéként? Úgy, amit akartam. Péks Reggelire péksüti Aha. Szóval Én mielőtt elmentünk Balira, én egy a 40 napot kőkeményen diétáztam, uh -huh. majd mutatok valamikor egy képet, hogy hogy néztem ki, és hogy 40 nap alatt azért úgy szépen le szálkásodtam. Utána meg úgy voltam, hogy jó, akkor ott vagyunk, akkor akkor elengedem az egészet, és azt teszek, amit akarok, szóval aha, tényleg aha. A, a szénhidrátot tömtem magamba, péksüti, gyümölcsök, minden. Egyébként a gyümölcsök nem jók voltak, de például, most ez hülye hasonlat, nem de egy, egy magyar dinnye, háromszor olyan finomabb, mint egy ottani aha, dinnye. Aha. De nyilván úgy ott meg van minden, szóval ott van sárkánygyümölcs, papaja, mango juice -ok. szóval minden nap rettentő sok gyümölcsöt ettünk, lehet ez is egyébként, hogy a rostok az, hozzátettek az ahhoz, segítette, hogy, hogy, jobb volt az emésztésünk. Viszont például azt azért éreztük, hogy valószínűleg a csapvíz nem volt olyan tiszta, mert egyik Csapvizet nap... Csapvizet ittatok? Nem, 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 de én, ja. mondjuk azzal mostam fogat, és tudod, úgy voltam velem, most jó, most azért fogmosás, úgyis kiköpöm, azért nem láttam akkor a baj. De egy a négy-öt nap után az éreztem, hogy, Tatt, hogy valami, valami nem, nem voltam rosszul, aha, nem fisifosiztam, meg semmi, de hogy. Nem volt belé Akkor. De szerintem ez, az nem, mert az, az egyen durvább, az a kórházba is kerülsz, aha. azt hiszem. De azért éreztem azt, hogy valami más ott a, ott a kajába, meg a vízbe. Úgyhogy mindegy, ez. Én azt ettől félek mert tudod, milyen rossz az emésztésem itthon. Én pont ettől félek, hogy egy fogmusástól, én szerintem olyan fosást kapnék el, vagy olyan izért. Nem, mondom, ilyen fisi fosi nem volt, de inkább azt érezted, tudod, hogy így mondjuk fekszel az ágyba, és így, fú, lehet, el kell mennem wc vagy mégse. Meg mégsem. puki lesz, vagy kaki. Lesz. Nem, nem, de hogy így érezted, hogy nagyon dolgozik, ugye, a, 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 gyomrod. De ettől függetlenül viszont tényleg az, hogy érezni a hogy valami van itt az élelmiszerekben. Szóval hát. ott, 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 azért nagyon világ. Kenyeret mennyire ették? Kint. Mindent, mindent ettem. Szóval pénzsége... sokkal, sokkal hülyében ettem kint, mint amikor itthon miatt elindultunk, 40 napot diétáztam. Aha, értem. És ennek ellenére, Itthon, úgy Itthon puf, szarabb volt a, a gyomrom, meg minden, hogy nagyon figyeltem a kajára, mint amikor kim voltunk, és össze-vissza össze A rost az biztos segített, a nem tudom, hogy teker, itthon mennyi rostot eszel például, Nem hát előtte mennyi zap rostot... reggelire, meg a hát mál, nem meg sok. banán. Az, nem, az nem annyira sok, de ha egész nap az a zöldség, vagy mi az gyümölcsöket ettél, az jó. Meg azért én a, az indonész konyháról szerintem ott van mindenhez zöldség, mindenhez adnak zöldséget, nem minden fő mellé oda teszik a, ah. kb. Ugyanannyi zöldséget szerintem oda tesz úgyhogy ez biztos segített. Mondjuk az az fura, hogy a péksütitót megetted, itthon nem is ettél, és a péksütitől semmi, ja, mert én, a, nekem itthon a péksütitől van e, egyébként ilyen bajom, és most pont e, vágom azt a videót, már egy éve csinálgatok így kenyereket otthon, pont azért, mert ugye elkezdtem puffadni a bolti kenyerektől. És az otthonitól nem? És az otthonitól semmi bajom nincsen. Aha. És e, pont erről is fog szólni a videó, hogy ezért kezdtem el csinálni, és hogy akkor hogyan szoktam én csinálni a kovászos kenyeret otthon. Ez most lesz szombaton? Ö, nem most még, mert... De, mert... nekem most szombaton nekem is kenyeres videó. Nem, semmi nem, Jó. Tök, tök más, de, de hasonló téma. Nem, nekem most meg kimegy, ki, kimegy egy rómás videó, és akkor utána egy kenyeres videó. Lesz még sok mennyi. kenyér a videó, mint. a Na mennyi. Tényleg fura egyébként, hogy mi lehet itt, olyan, a, a péksütik be meg, ebben biztos valami gyorsító folyamat, vagy valami... Biztos, biztos, valami szutyak van benne. Óriási mm. kontraszt volt egyébként. Az egész sziget szerintem akkor... nem nagy. De mondjuk keresztbe menni a szigeten 20 kilométert, két óra. Mész, mivel? Nem, nem béreltünk kocsit, mert, mert majd a videóban látszik, hogy ott a közlekedés az jobb is, hogy nem béreltünk se robogót, se semmit. kocsit, semmit, semmit mert de nem titeket Káosz. láttalak, ahol robogóval közülökedni? edni? Nem? Ká ja, de, de az másod. Ja. voltunk egy olyan szálláson, ahova nem tudott bemenni semmi, csak robogó. És kim voltak a Annyira ki volt a, a, akkor... semmi, a semmi szélén, hogy robogóval vittek be, de a bőröndöket is. Azt a. Szóval nagyon-nagyon kim volt. És egyébként ott, én szerintem ott ettem össze valami rosszat, így utolsó, az már az utazás vége fele volt. Az annyira kim volt az a szállás, mm. hogy nem tudt, ott nem volt konyha, meg semmi, ott kim volt egy bongaló kicsesve a sziklapart tetejére. Mm, mm. Így KB tényleg ennyi. Éjjel volt. Ekkora Ekkora Gecko, a nem, 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 aludtunk, jól. Bent a szobába? Bent. De, mond, de, de, de ez volt az, az ahova a hostra ráírtál, hogy monkey come in the room, vagy, mert volt I, egy i ilyen, igen, egy mert... üzenetet, Barni küldött a csoportba egy üzenetet nekünk, hogy megkérdezte a házigazdától, hogy, hogy a majom bejön el a szobába. Igen, hmm. mert ez egy bungaló volt, uh -huh. fedett bungaló, de viszont fent körben nyitott volt. Uh -huh. Szóval nem, nem, teljesen, de hogy ilyen oh, volt a perem körben, aha, volt egy -e nyitott perem, és akkor hát ez ott kim van a semmi közepén, és rákérdeztem, van azért pókok, kígyók, majmok. Ja, vannak, de monkey don't come every day. Elmentünk amúgy, van ott egy ilyen majom erdő is. Szerintem 10 perc után elvették Mártitól a legyezőjét. Ezek köcsögök? Ja, mert izé, én Gibraltárba voltam így, hogy megmondták, hogy a buszból semmit ne vegyünk, vigyünk ki, ami el, én lehet, sem vittem semmit el direkt. lehet venni tőlünk, mert hogy ezek lopnak. Lopna. Má Márti vette az útszélén egy ilyen kislány ár, árult ilyen legyezőket, és akkor duplára megvettük, mert mm -hmm. kicsit segítettünk neki, és szerintem 10 perc után elvitt a majom. <laughs> és akkor <ha> kérdeztem, tudom, te... <laughs> nem vesz, nem próbáld meg visszavenni tőle, hanem. <laughs> Már, én a videóban én, én rettegek el, a majmoktól. Bementünk az erdőbe, tudod, én mondtam, hogy jó, nagy volt a szám, menjünk vicces lesz, a. tudod. Márti már mondta, hogy ne, ezért, nem akarja, hogy valamit ellopjanak, meg nem tudom, ráugranak, aztán Ja, én Nem is vezetővel voltatok, hanem csak magatokban mentetek. Ja. És akkor majd én mondta, hogy mondtam, hogy jó, ez jó lesz majd a videóba is minden. Rettegve voltam benne ott az erdőben, így néztem. Volt olyan, sétáltam fel a lépcsőn, Jött mellettem három majom, és inkább visszasétáltam, és, és megvártam, míg ők felmennek. Rettegek a majmoktól. Viszont óriási kontraszt van, szóval úgy van felépítve az egész sziget. Hogy Maga bannak, a nagyon olcsó volt, nem? Azt hát mintad. volt, hogy beültünk ebé, ebédelni, két főétel, két előétel, két üdítő, és 2500 forintot fizettünk. Szóval ilyen, és, és normális adag. Szóval és rendes kaján, adag. Nem Aha, az kaján. átlag ö, bér, azt hiszem 60 vagy 70 ezer forint. I. De ugye minden nagyon olcsó, de akkor is szürreálisan. Mm -hmm. Szóval bó bódékba laknak. Aha, bódék hát laknak, és olyan óriási kontraszt van, hogy, hogy kimész az utcára, nincs szálloda. Szóval nincs, ilyen nagy, ne, nincs olyan nagy szálloda, hogy most mm -hmm. mit tenni, Four Seasons, meg nem tudom, mi szálloda, hanem vannak szállodák, de ugyanolyan a bejáratuk, mint a mellette lévő kis bódék. Aha. Csak amikor besétálsz, <kül> nagyon sokszor el van takarva, hogy jobbra-balra ne nézd a dzsuvát egy ilyen sövény van, besétálsz, és ott meg benne a, tényleg a paradicsom. Töltöttem fel videókat, Aha. lehet láttátok. Olyan szállások vannak, hogy hogy szerintem életem legszebb szállásában de voltam és most. De ezek se kerülnek annyiba, mint mondjuk, ha máshol egy ilyen szállást akarnál, nem? Szóval hogy, vagy ezek már olyan, olyan szállások voltak? Ez ahol voltam... voltunk, ennek ez, ez, ez azért itthoni viszonylatban Aha. is egy nagyon Aha. drága szállás, Aha. Aha. de nem Aha. ahogy ott. Kiösz és tudod, ez az óriási kontraszt, hogy amúgy bódékba laknak az emberek, és akkor ott van egy, egy szállás, ami mondjuk naponta, nem tudom, több százezer forint. Igen, és egyébként szerintem örülnek azok, akik dolgozhatnak azon szálláson belül. És pont ezt beszéltük, Mert hogy hogy szerintünk, amúgy... akik ott abban a szállásban dolgoznak, ők ottani viszonylatban kurva jól meg. Biztosan hogy biztos, hogy jól remélem, remélem így van. Nagyon sokszor nem tudjuk értékelni, hogy milyen jó szinten állunk anyagilag, ezek mellett ezt írták nekünk, és ez tök igaz szerintem amúgy. Azért érdemes nem csak mindig nyugat fele utazni, hanem kelet fele is, akár kelet-európa, vagy, vagy, vagy tényleg még keletebbre Ázsia, meg ilyenek, mert egy olyan fajta, másfajta kultúr sok tud érni téged, hogy összeteszed a két kezedet Magyarországért, hogy ilyen, ilyen jó helyen vagy. Minden hmm. nagyon olcsó volt, szóval most, hogyha viszony, viszonyítotok, mondjuk innen kimenni a Ferihegyi Reptérre, ami 35-40 perc, szerintem innen be a belvárosból 15-18 ezer forint biztos van, Aha. ott annyiból az egész szigetet keresztül szelted, oh. két és fél órán keresztül, Abszett. szóval, hogy Aha. nyilván olcsó a sokkal. Szélébe, és két és fél óra az út, hogy mi? Nem tudom, hány kilométer szélében, minél megnézem, Közben de. olvasom, uh, igazából én érzelmi okokból se szeretek ilyen helyekre utazni, nem bírná a lelkem, hogy én gond nélkül a pénzt, és közben mellettem megéheznek. Egyszer voltam egy ilyen helyen, de elég volt, érzelmileg nagyon megviselt. Na ezt mondtam egyébként, hogy ez a, ez a másik fajta kultúrsok, és ez mit tenni, ha elmegy az ember egy Indi Indiába, akkor még durvában kijön. Én ezt most úgy mondom, hogy Oda nem mennék. én nem voltam Indiában, az sok. de unokatesemim voltak, és az én is azt mondtam már, hogy hú, valszeg, ezt nem bírná a lelkem. De ugyanakkor mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg ezt is, hogy tudja értékelni azt, ami, amiben most van. Mert, mert ezt így fogod tudni értékelni. És ez még egy ilyen, figyelj, 73 kilométer, két és fél óra. Az sok. Nagyon. Az nagyon sok. De az olyan, mint reggeli dugó ilyen, itt Pesten. Ilyen dimbes dombos, vagy mi? Nem, kacskaringós. Van ja. nagyon szűk, szóval nincs autópálya. Egy-kettő fő út van, az egyik az körbe visz a sziget, a másik meg így És az egész olyan, hogy... Ja, ja, ja. Így megy Tényleg végig, és, és kacskaringós, és annyira kacskaringós, hogy minden kanyar előtt dudálnak egyet, hogy, hogy a szembe lévő tudja, hogy oké, okay, valaki jön, mert oh. annyira hirtelen jönnek az autók, hogy dudálnak mindig. le, és, és húzódni, húzódni, aha. Ja. Így, így mész végig a szigeten két és fél órán keresztül. A hajóval nem mentetek körbe? Vagy azzal... Voltunk hajóval is, de azt ott most láttunk ilyen horror sztorikat, volt ilyen hajó, ami felborult, meg minden, úgyhogy azt megúztuk, de volt, hogy kimentünk egy szigetre két napot, ott hajóztunk egy 45, -45 ilyen 45, 40-45 percet körülbelül. De egyébként két jó, naponta hangzik. ilyen bőröndbe-bőröndbe éltünk, de pont ezt beszéltük, hogy ahhoz, hogy tíz nap alatt a lehető legtöbbet lásd, egy ekkora helyből, nem tudom, én nem tudom elképzelni most már azt, hogy elmegyünk oda, és akkor tíz napon keresztül ugyanabban a szállodában vagyunk, ugyanaz a part szakaszon. Ezt én is kevésbé, egyre kevésbé. Egy ilyen helyen. De mondjuk, amikor elmentünk februárban Finnországba, tök jó volt az, hogy voltunk ilyen kis bungalókba ahol ilyen üveg volt a tető. Ott minden napra ott helyileg jutott egy program, mert ott mm. kicsit talán más, mert most ez lehet hülyeség, de hiába mész Finnországba egy kicsit arrébb, ugyan, hogy Hó van. Hát ugyanaz. Hó, főleg egy napföldön. Labföld, földön. Yeah. Napos föld és hó. Szóval yeah. ott igazából talán ott a helyzetileg mindegy, hogy hol vagy, és jobb egy helyről csinálni mondjuk több programot. Igen, meg, meg igen, hogy szervezve van a program. Én például most a szüleim kin vannak Spanyolországban, ők vannak egy szálláson, mert olcsón megkapták egy ismerősüktől, nagyon olcsón bérlik. Viszont onnan nagyon sokat autóznak, de ilyen csillagban mindenféle elindulnak autóval, de ilyen napi 600 km. De én pont ezt mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy költött tem volna egy picit többet a szállásra, és azt mondom, hogy benzinbe megsporolok lehet, hogy annyit, és akkor három szállás. És akkor nem az van, hogy Ugyanoda kell mindig visszamenni. Jel ja, lakóautó. Autóval, autóval vannak ők ja, most is, csak aha. hogy, hogy, mondom ők most egy szállásról járják be a spanyolország ja, délspanyolországot, és csi értem, csillagba mennek oda vissza, értem, oda vissza minden értem. nap. Én meg amikor voltam ugyanezt a régiót bejártuk haverokkal, akkor három szállást pont azért kitűztünk, hogy ne kelljen annyit az autózni. Jobb szerintem is. És, és még ha lehet, hogy valamennyivel drágább volt a szállás, de az hogy nem a hat órát töltesz kocsiban, a pont az, az bőven megéri, igen. Más ez azért, mert például szülők Tök más, én most pont, pont, látom szüleimnél, hogy ők nem tudnak úgy elutazni, hogy mint mi, hogy most volt olyan, hogy Mit tudom, én szombat volt, oké, holnap hol aludjunk, jó foglalok egy szállást. Ők ezt nem tudják megcsinálni. Nem. Meg tudnak csinálni, de nem, nem tudják felfogni, hogy amúgy ezt te lehet. Se. Ja, lehet, a hogy nem, volna, lehet, volna, hogy nem. Se fogjuk. És hogy mi tényleg napról napra foglaltunk szállásokat, terveztük meg, hogy jó, holnap mit csináljunk, jó, menjünk egybe. Ja, szóval, én én is is hogy, szintem, nekem például szüleim már csak úgy utaznak el, és ahogy meg tudom érteni, még hogyha anyagilag nem is, nem is jó, hogy elmennek egy utazási irodába, megmondják, hogy hé, el szeretnénk utazni XY a helyre, szervezzen nekünk mindent. a repülőt, Aha. az összes transfert, az összes szállást, az a szállás sok közti transfereket, az összes programot, és én előre akarom látni azt, hogy mondjuk a következő tíz napban Csütörtökön ezt csinálom, pénteken ezt yeah. csinálom, szabad yeah, ezt sem. Yeah, yeah. Nekik ez szerintem kényelmesebb, én így, hogy rugalmasabb vagyok, és le tudom foglalni, én nem tudom azt elképzelni, nekünk is volt olyan, hogy kimentünk egy szigetre, és úgy döntöttünk, hogy másnap annyira meleg volt kint, hogy figyú Nincs maradjunk nem itthon, uh -huh. ne csináljunk semmit egy két órás ilyen nagyon nehéz terepre akartunk volna menni, lemászni, és azt mondtuk, hogy figyelj, szerintem ebben nem lesz semmi jó, hogyha most ezt, ezt leégünk, rosszul leszünk, akkor már volt egy kis ba balibelli, és útközben befosokért. <laughs> <laughs> nem, szóval inkább azt is kippeltük, és ez a nehéz szerintem, hogyha előre leszervezem mindent, de mondom, az örege, öregeknek elfogadom, igen. hogy ott, ott tényleg akkor minden nap mész. Én is egyébként nagyon spontán vagyok, szóval most Rómában is, is, Rómába is úgy voltunk, hogy amúgy jó, Rómánál pont nem kell nekem Tervezni, mert ismerem a várost, de mondjuk előtte, tavaly előtt Amsterdamba mentem a Grétával, ott is az volt, hogy a szállásunk megvolt, és onnantól amikor odaértünk, akkor jó, hát akkor jaj, jaj. menjünk. Bizzával. Nekünk is most meg volt kettő vagy három szállás, de amúgy a végén öt szállás volt összesen, és akkor azok már nem, meg transferok nem voltak, meg és akkor kérdeztem, már, hogy nem jobb, hogyha a programokat, meg transferokat lefoglaljuk előre, és én mondtam, hogy szerintem jobb az, hogyha a szálláson, lehet, hogy drágább lesz, de a szálláson oda megyünk, hé, holnap el szeretnék menni, nem tudom, majom erdőbe. Mennyi lenne ez transferrel együtt? Ja, hogy akkor a recepciókon kérdezték, a taxikat. Aha, aha. És lehet, hogy drágább, de ő biztos, hogy nem fog, nem fog rossz helyre vinni. Meg mégse az van, meg hogy nem az neked van, kell taxiszolgáltatót találni. Is. És az is. Talán egyesével gyak... után a ot intézni, meg nem tudom, mi. Yeah. Na hát jó, jó, jó jól hangzik. Egyébként a Bali engem is nagyon érdekel, úgyhogy mindenképpen el, elmegyek valamikor. Nagyon jó, a jó egy, rád, én, én, én az drága, én, én, utána meg el vagy nagyjából. A, a legdrágább, ja. Nem tudom, nekem nehéz összehasonlítani, mert én háromszor voltam Tájföldön, most kétszer bali Bali az. Nekem dzsungelosabb, kalandosabb, uh -huh. tájföld szerintem szebb, uh -huh. mert ott vannak ezek az ilyen nagyon tényleg mesébe élő strandok, aha. talán egy kicsit re jobban rendben van. Rendben van. Nagyon hasonlít a kettő, de bali azért Mennyire érezted Balin, hogy kim élnek digitális nomádok? Évek ja, találkoztál egy kávézókban, ilyen dolgozó meg ilyen izé... Lehet, hogy most ilyen ellenszembes vagyok, de nekem az nagyon ilyen vanabí, kiköltözök, és akkor én, mivel én bárhonnan tudok dolgozni, akkor én most Bali-ról a Dream Life-ot élem, és akkor ott én a kávézóban dolgozok. Én egy de ennyi. Szerintem rohadt meg, hát. megunnám szerintem egy szerintem év, éven belül. Nagyon én, ilyen... én szigeten nem tudnék élni hosszú távon. Szerintem ott valami lehet fejbe se. Izé. Hát nem, itt igazából az van, hogy olcsók ez a szállások is, olyan hosszú távra is, és hogy ha megteheti bármi. Igen, hanem... csak ez egy ilyen, ez most egy ilyen nagyon berögzött izé, tudod, hogy miért pont balira megy mindenki? Há, a, me, aki ilyen digitális nomád. Ilyen... Miért pont balira? Mehet, hogyha tényleg mindenhol mehet, akkor miért pont balira megy Már mindenki? Az olcsó, és az az... De az is rend, olcsó, és tájföld még so olyan menő digitális nomád hely, tudod? Nem, igen. Van valamilyen nomád, digitális nomád vízumja balinak, van, van. van valami ilyesmi, szóval lehet, hogy ezzel is tudják könnyíteni a, ezeket az embereknek a beutazását és az ott De az biztos, hogy egy ilyen, ez a trendi, tipik trendi felkapott digitális nomád hely. Ez, ez a, ez TikTokon e... megnéz egy ilyet, Igen. és biztos, hogy Balin lesz a csávó, Igen. vagy csajszik. Hogyha vállalkozó vagy, és tudsz bárhonnan dolgozni, hova menjél Balira? De vagy miért? Ja, ja, ja. Amikor bárhol mehetsz, miért nem mész Cape vagy, vagy nem mm. tudom hova. Amikor lehetek az Ott akkor egy ilyen, belül egy ilyen Véget a vezetemben ő. De jó volt. Szerintem összességében, amúgy nyilván ugye ez, vagy mindjárt jön Márti, úgyhogy az eljegyzés miatt is, de attól függetlenül is szerintem én lehet, magá, hogy az életem utazása volt. volt tényleg Aha, tök Ide, idáig. Tök jó, tök jó. Fenn voltál éjjel egykor még? Nem. Volt valami? Volt. Volt. Volt ilyen Aurora? Uh, valami? Victoria's Secret Show volt. Ó! Oh, ha tudtam volna, fennmaradok. Regg reggel visszanéztük Igen? közösen. De mit kell nézni ezen? Vagy a csajok vonulgatnak, hát, és akkor... Hát ugye ez úgy van, hogy mindig van híres fellépő. Igen. Például nekem nagyon megmaradt az, amikor szerintem akkor volt össze a Palvin Barbie a a Victoria's Secret, amikor a Chainsmokers mm -hmm. csinált koncertet, meg volt az usher is, meg, meg, mindig van egy ilyen híres fellépés, akkor jönnek ki a, az angyalok. Reggel visszanéztük Mártival, és én pont így azt, azt láttam, hogy ugyanazok a modellek, és most nem leszólni akarom, ugyanazok a modellek vannak, nem is volt szerintem idén olyan jó a show, show mm -hmm, műsor, mm -hmm. szóval jó énekeltek, meg volt hangulata. Kicsit ne, nem, nem újítanak. Mm -hmm. Szóval ugyanaz a Gigi, vagy Gigi Hadid, nem igen, tudom, igen, a Ronaldonnak a volt aha. felesége, az Adriana Lima, és akkor jó, Háján. én most őket ismerem, meg azt hiszem egyszer volt kint a, a Palvin Barbie is, aki az egyik körben azt hiszem sétált ő is, de pont ezt néztük, hogy nincs benne új. Aha, hogy ez az. Nekem azt tetszett, hogy ilyen nagyon széles színpad volt, és akkor szóval jó hangulata volt. Most nem, nem tudom leszólni, csak hogy nem tudom, ennek nekem lehet, hogy régen nagyobb hype-ja volt. Nem is tudtam, hogy van évente fashion show -juk. Tök jó, tök jó csajos rendezvény, meg elhiszem, hogy, hogy... Meg ö... nívós gondolom azért. Ja, szóval nagyon hogy... nívós, persze, szóval hogy nagyon meg van csinálva, meg, meg szervezve, de hogy így, nem tudom, nekem az ideje az kicsit ilyen lapos volt, vagy hogy láttam ennél sokkal mm -hmm. jobb ilyen show műsorokat. Ami feltűnt, hogy itt is voltak, most már, lehet, hogy régen is voltak, nem tudom, több ilyen plusz-size plusz modell, úgy hívják igen, őket? Igen. És egyébként ők, szóval nem, nem volt ilyen, nem volt úgy zavaró, hogy jaj, most akkor muszáj a plusz-size modelleket is mutatni, őket, mert, mert őket, egyébként aha. szerintem pont nem volt. Látszott az összes plusz száz modellen, hogy amúgy tudnak modellkedni is. Aha. Inkább jó. így fogalmazott. Szóval Nem és az tökre... van, hogy betolták őket, hogy csak azért, nem. hogy ott és legyenek, tökre, és tökre hogy megfeleljenek beleillet. ennek a, a ennek a. És tökre jól egyébként tökre beleillett, és tökre jól nézett ki az, hogy oké, okay, akkor a, a kicsit. Teltem. más teltebb, molettebb ö, Igen. Ö, ruhákat is bemutatták, uh -huh. tök normálisan egyébként. Szóval hogy abszolút nem érezted azt, hogy amikor amikor direkt, direkt akarnak, mint Netflixen most már van minden egyes műsorban valami. Persze, hogy bele, ez bele, direkt, bele van van és... és Hanem nem, tök természetes volt. Hogy nem erőszak ja, volt. Ah, 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 tök ah, természetes ah, volt. Ja. Na, ezt, de nem tudta és akkor mint mi, fehér nem őket mutatnak be, és utána te meg tudod venni a, abban az évben, vagy ez hogy van? Hát gondolom, ilyen új kollekciók. Hát itt azt hiszem színre volt lebontva. Volt Lehet, hogy ezt ilyen... a Márti tudná a legjobban. <laughs> színre volt lebontva. Szóval az elején mentek ja. ezek a rózsaszínek, meg a vajszínűek, utána volt egy ilyen fekete De a lényeg akkor, vonal... hogy ezt utána meg tudod venni. Ezt szerintem igen. Hát ez egy érdekes ez, előre, ez volt. Hát <laughs> <laughs> Hoztam mást <laughs> is, az, 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 az Na, kicsit, kicsit éles váltás. Változás. Na. Te, amikor régen suliba jártál, emlékszel -e olyanra, hogy kaptál a oltást? Persze, ugye, hát miért, ki, miért kérdés? Na milyen, milyen, sulis oltás élményeid vannak? Emlékszel valamire? tudsz hát emlékezni a, valamire? persze, a, úgy volt, hogy ugye én egy belvárosi suliba jártam, és ott a, a földszinten volt, így a lépcsők mellett az orvosi szoba, és hát oda én nem hazudok, szerintem két havonta valamiért le kellett járni, egy valamilyen kontrollra, tetűkontroll, izékontroll, tudod, hogy megnézték, hogy tetvese a haja, átfésülték fésűvel, volt, hogy tényleg oltás miatt, volt, hogy átnéztek, mit izomzatot, testmagasságot, szem, szemizét, szóval én valamiért szerintem két-három hónaponta uh -huh. jártam oda, az, hogy hányszor voltam a toltáson, meg milyen oltásokon, az, az, fogalmam sincs. De emlékszel de... arra, hogy kaptál suliba oltást? Szerintem én egyébként uh, ugye nagyon sok a családunkban az orvos, és tőlük kaptam meg mindig, és akkor arra az belekerült így az oltási Aha. igazolványomba, vagy nem tudom, hogy mi van, egy ilyen kis zékonyvecskébe. Én szerintem így a család orvosaitól kaptam meg az oltásaimat, azért nem kellett iskolába megkapnom. De miért mi a kérdés? Uh, nem, én emlékszem rá, hogy én, nekem annak volt, hogy suliba oltó nem, tudom, mit oltanak súlyban ilyenkor hepatitis Hepatitis AB vagy valami ilyesmi, nem, nem tudom, mit oltanak, hepatitis, azt minden, se tudom, mi van bennem. Minden. Ugye névsor szerint ment, ment az óra, és akkor közben ugye hívták, hogy mit tudom én, névsor első AB, abosi Barna, mm -hmm. mindig velem kezdték, akkor mit tudom matek órán, oké, okay, Barna gyere, kapod az oltást, és emlékszem rá, hogy kaptam olyan oltást, féltem, eleve, tűtől, meg minden, hát gyerek szerintem is egy ilyen trauma neki. Nincs ott a szülő, Há, az első vagy. oltás, amit hogy tényleg úgy meg egy is jedzel, nincs ott anyu, apu, puff, jön a tű, jaj, fájni fog. És emlékszem rá, hogy rohadt sok De mindig utána. Mondjuk, olyan lesz, mint egy szúnyogcsípét. Jaj, szúnyogcsípét. <hállt> <hállt> ja, hogy nem fáj. Hogyha jól adja be valaki, akkor nem fáj. Tényleg nem fáj. Jobban fáj egy vérvétel, mint egy vérvétel? Hát, hát én sokkal, azt nem éreztem. Sokkal vastagabb a tűje a vérvételnek, mint, a, mint az oltó, oltó tű. Hát én attól függ, honnan vesznek vért. Hát Vénásan hát, vesznek. Én... Ez kúr... hú, hát, fáj. Ez úgy fáj, hogy megdög De innen, innen vesznek vért Azt én nem éreztem, általában. amikor innen vettek. Nem mindegy, az, az egy vastagabb tű, szóval vastagabb az átmérője, jobban érzed, hogy beléd hatol a tű, mint amikor tényleg az oltás csak így puk, és akkor ízé, de Én mindegyik a oltást érzem Igen. egyébként, szóval nem volt olyan oltás, amit nem éreztem volna. Engem van mit... védőnő kergetett az aulában. De vannak ilyenek, akik, akik izé És arra emlékszem, hogy beoltottak, hepatitis nem tudom mivel, és utána rohadt sokáig, két-három napig nem viccelek, nem, ennyire se tudtam uh -huh. megemelni a vállamat. Uh -huh. És ez szerintem amúgy, majd mindjárt rátérünk, hogy miért, miért, akartam ezt így felvezetni. Uh -huh. Szóval ez azért belepecsételi az emberbe azt az egész életére, hogy jó, hogyha bármikor oltásra kell menni, az izgulsz. Én nem. Nem? semmi? Nekem nem volt ilyen rossz élményem sose az oltásra, hogyha én, másik... bármikor oltásról van szó, most volt ugye a Covid is. Most kellett bali előtt oltanatok? Nem. Nem, kellett de, például két évvel ezelőtt, amikor mentünk Brazíliába, ott ellen kellett. És nem tudod, jó, nem, a világ vége, de mondjuk amikor vérvétel, szóval a tű, a tűtől azért azért úgy kicsit úgy Jó, aztól igen, igen. Én inkább amúgy a vérvételni a vértől, nem, nincs bajom a de azt látni... A vérlátványától? A, a vérlátványától nem szokott bajom lenni, de azt látni, hogy az én testemből folyik ki a vér, az, az, az furám. Az nekem, nekem azt mondja, én, én nem merek nézni, amikor a, amikor a tű is. átmegy a bőrön. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Én inkább attól izélek. <laughs> És most, tes? Na, mit Hazánkban elsőként a Heim-Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben kérhetnek tű nélküli oltást, Micsoda? A betegek. Az intézményben 4000 oltás beadásához biztosított az orvos technikai eszköz, amelyen fájdalommentes adható be az injekció. Azt a, de hogy? Utána néztem, Várját, mert én sem tudtam elképzelni, azt keresem, azt mondta, hogy valami köz, tabletta, vagy aha, nem közbe tudom. Közbe de nem. Jet injektor. Jó hangja neve van. Aha. Olyan tű nélküli eszköz, amely egy speciálisan kialakított felületen keresztül nagy nyomással jutatja a gyógyszer sugarat a testszövetbe. Nem egészen értem egyébként, hogy hogy. Szóval hogy ez átlövi a testedet valahogy a gyógyszerre? E, mindjárt megnézzük. Az új eszköz előnye, hogy fájdalommentesen alkalmazható, így sokkal kisebb stresszt, félelmet és szorongást okoz a gyermeknek, mintha tűvel oltanák be őket. Jó, ezzel nem... egyetértek. Szerintem is, különösen fontos szempont ez a daganatos megbetegedésben szenvedő gyerekek esetében levegő, akik sok nehézségben és megpróbáltatáson mennek keresztül a kezelések és a rehabilit reha rehabilitáció során. Uh -huh. Jó, ezzel egyetértek, hogy nekem nem volt sose bajom az oltásokkal, de az biztos, hogyha lenne egy olyan alternatíva, amiben nem tűvel oltanak, biztos, hogy azt választanám. Szóval ezzel tökre egyetértek. Nem Huk. új egyébként, azt írja, nem hanem hogy most, most lett Európában és hazánkban is elérhető, a. de egyébként az nem egy ilyen hú, de új dolog. Az, az átküldi a bőrödőt. Na figyelj, átküldi a bőrödőt. És hogy nem fáj? A fájdalommentesség, ezt meg én, én kell nem, szó amikor ezt, a, amikor ezt a hírt először hallottam, ma reggel, <laughs> akkor... Ö, én furra azt hittem, hogy valami tablettát adnak. Mm -hmm. Hogy az a, a tűmentes oltás, tabletta. Az, az a baj, hogy a gyomron keresztüli... Vagy kúp. Az már jobb, de a gyomron keresztüli nagyon sok hatóanyag elveszik, amíg a, meg ugye a be, beleken tud felszívódni, gyomorból nem tud felszívódni. A belekből tud átszívódni a, hát a, akkor a, kúp gyógyszer. Se jó, nem? Mi? Kúp. A kúp az, az, gyorsabban, azért szokott jobban hatni, hogy a gyerekeknél is a lázat kúppal oltják, tolják le. Volt, hogy kapták kúpot? Biztos. Na nézzük meg, hogy hogy működik. Ugye itt most megmutatják, hogy hogy működik a tűs oltó, oltás, és mellette az inzujet. Mm. Itt vannak a, a bőrnek a rétegei. Ez a tű, ez a tű. Itt ilyen koma ordítasz. Oké. Okay. Ilyen ilyen nem, nem, nem ordítasz, de ez a... Ilyen yes. Na a lényeg, hogy itt van ugye a külső réteg, egy pár derm epidermis, dermész, és szub, mi ez? Nem tudom, felnagyítjuk. Vejtere videó. De ez mi? Oké, okay. szubkutisz. És akkor az oltóanyag bejuttatja be akkor... oda... Oda bentre. A, a jet -a... Ez meg csak így benyomja? Szóval egy olyan magas nyomáson, ugyanabban a rétegben bejuttatja, mint ahol a tű. Annyi, hogy az már látjátok, hogy jobban így szét, szét oszlatja, De amúgy ez érdekes, hogy az a nyomás, azt te nem érzed? Azt a vissza csinál biztos, lehet, is, hogy ilyet, Most hogy... pont ezen néződlek, hogy lehet, hogy mivel az a tű, amikor beléd nyomják, az lassabb, mint amikor ez az ultra gyors valami, gyors... Uh -huh. átsip a bőrödön, és lehet, hogy azért nem fáj annyira. De szerintem biztos érezned kell. Figyelj, uh -huh. hogyha bőrödet átküldi, valami egészen bemegy oda a húsodig, azt érezned kell. Na nézd, itt van egyébként, tényleg most mi az oltásokról beszélünk, az a kötelező oltásokról, amiből egy idő után azért már nincs több, szerencsére, szóval, hogy korodon átesel, viszont ugye, hogyha olyan betegséged van, mint például a cukorbetegség, akinek naponta inzulint kell adagolnia, nagypapám, emlékszem, minden e e e ebéd előtt ugye leült az asztalhoz, elfordult, és akkor az inzulint a, a hasába nyomta. Szóval, hogy Igazából itt azt írja, hogy napjainkban leginkább cukorbetegek inzulinjának adagolására alkalmazzák ezt az eszközt, de a közeljövőben akár a nélküli vércukorszint mérést is megvalósíthatják ezzel a módszerrel. A tűzszúrás elkerülése mellett a jet injektorok további előnye, hogy a kilövelt anyag a bőr alatt nagyobb területen pókszál, pókhálószerűen oszlik el, ezzel gyorsabb lesz a folyadék felszívódása, és gyorsabban hat a gyógyszer. De viszont az inzulinnál, nekem volt egy évfolyamtársam, együtt vonatoztunk Ausztriába, és hazafele út mindig ő is cukorbeteg nah. volt, és adta be magának a vonaton a, uh -huh. hát az, inzulint. az inzulint, viszont én azt néztem, hogy neki nem volt szó szóval az, az inzulint betegeknél, aztán majd javítsatok ki, nem hosszú tű van, mint egy oltástán, hanem egy külön. ilyen kis, nagyon kis, hát, kisebb, hát, rövidebb tű. Lehet, hogy nem kell annyira hatni a hatóanyagnak, mert felszívódik amúgy is, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, kérdés, hogy Hány pár gyerekkorházat mondtad uh -huh. hogy ott, ott először? Szóval igen, ez a gyerekeknek szerintem az első, akinek így be kell vezetni, mert ugye felnőtt Fennek, vagy, ja. kibírod. Persze, szóval túlélhet. ki, persze, nem, nem te fogod először ezt a technológiát megkapni. Gyerekként szerintem amúgy igenis tud hatékony lenni az, hogy elviszed a gyerekedet, és nem az van, hogy sír neked előtte két óráig, és utána... Nincs egy órás hiszti előtte. Igen, és utána meg van sértődve még rád még, még, öt óráig. Hanem, hanem tényleg... Én annak tudom elképzelni, aztán nem tudom, hogy ez mennyire így van. Vannak azok a kompresszoros kis pisztolyok, tudod, az izé, amivel takarítani tudsz, meg így, csz, így lefújod a port, meg ilyenek a műhelyekben szokta, szokott ilyen lenni, és az, hogyha így ide teszed, és így csz, csinálsz egy ilyet, hogy csz, akkor kicsit így érzed, hogy izé, de hogy nem, nem csinálsz semmit. De izét se érzed, amikor vércukrot mérsz, van az a kis tű, ami így psz, az csak így gyors, azt, azt egyáltalán nem érzed. Az se, meg egyébként van az a tű, én most, mostanában gondolkoztam azon, hogy csinálok ebből is egy videót, hogy van az a cucc, amit úgy kell beszúrni ide, Igen. hogy 0-24-be küldi apra, az adatokat a a és kíváncsi vagyok, hogy bizonyos kajákra hogy reagálok én külön, és az csak úgy tudod, hogy ez egy tűt ide beszúrsz igazából. De neked kell beszúrni? Igen, de az is egy ilyen gép, géppel van, szóval képzelj egy ilyen tölcsért, aminek megnyomod az alját, és így, így felnyomja, de úgy, hogy... működik? Hát várj, megmutatom, mert amúgy ez tök érdekes. És, de például ezt a, fajta oltási dolgot, például nem tudom, miért ez jutott eszembe a testépítők is, akik szúrják magat használhatják? Szóval ezzel ugye be tudsz mindent? Szerintem mindent be tudsz oltani. A lényeg, hogy ugyanolyan mére el, eljutatja, mint, mint az oltóanyag. Na nézd, így, így néz ki ez a, a -e Azt mondják, hogy sokkal kevésbé érzed, mint egy oltás, mert ennek is a tűje sokkal kisebb, és ennyit kell csinálni, hogy néz, látod, így rányomta, és ott van, a, ott van a matrica. Ezt leragasztod még egy plusz matricával, és bekerül a... Hogy szeded ki? Kihúzod. Kihúzod. És ugye ez, ez 0-24-be küldi a vércukorszintedet, ennyi igazából így. Egy, kettő, három, rányomja, és és már benne is van. Rányom az bármennyit? Rányom az bármennyit egyszerni fogja belőni, mert egy pont annyi nyomás van el a szem ebbe a kilövőbe, hogy, hogy bejuttatja így a, a glukózmonitort. Ez, ez nagyon szimpi, hogy, 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 már itt azt látom, hogy talán gyorsabban felszívódik, még hogyha az oltóanyagnál nem is fontos, lehet, hogy kevésbé van az, hogy tőled meg, megbetegszel után. Mondjuk nem, mert a sárgalázas... Amúgy izénél, biztos, hogy sterilebb. A tűk azért elég sterileg. azt az... tudom, de hogy ez, ez még sterilebb lehet. Hát valószínűleg, Már, de... Mint, hogyha tű sincs, hanem csak tényleg ezt De nem átkülzi. azért betegszel meg, amúgy... Ja, de tudom, izé tudom, van... csak hogy összességében. Ja, oh, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Nem, hülyeséget mondtam, ne haragudjatok, nem azért betegszik meg valaki oltá, oltóanyagtól, mert hogy izé, mert hogy rosszul lett beadva vagy valami, hanem mert pont az a lényege, hogy hatástalanított vírusok vannak az oltóanyagba, amiket gyengébben, de előidézik azt a, azt a, betegséget, és akkor az immunrendszeredet ezzel megtanítják egyébként, hogy, hogy már uh, tud, fel legyen készülve arra, hogyha tényleg egy ilyennel találkozik, akkor én akkor a sárga, után éreztem, hogy kicsit az oltás Ezt után kicsit esett, úgy... onnan Nem, nem eszembe. milyen kaotikus volt, de az éreztem, hogy kis hőemelkedés, kis leveltség, mm -hmm, kis, mm -hmm. kis bll, az volt, volt bennem. Az egyik Covid oltás után ott bekrepáltam. Nekem most nagyon. kérdezte, képzeld el, ugye mondtam, hogy minden izületem rossz, és kérdezte a gyógytornászom, hogy figyelj, te oltottál covid -ot. És akkor mondtam, hogy hát igen, hát nagyon sok férfi betege van, aki, akinek azóta lett rosszabb mondjuk a gerincfáj, vagy mi az derékfájdalma, vagy... vagy Én ezért... nekem az, 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 immun egészségem, hogyha azt veszem, hogy régen mondjuk 100%-os volt, az oltás óta mondjuk 97-8%-os. Érzem a különbséget. Aha. Nem biztos, hogy attól, az elmúlt évekbe, amikor ugye ez is volt, onnantól kezdve egy kicsit úgy mm. én érzek, érzek különbséget. Volt ez az aszmás genyóniás. Ja, ja, ja. Én abszolút érzek különbséget. Szerintem el van túl az most a gyereknek is, ha nem úgy magyarázod meg a tűt, hogy jaj, megszól, fáj, hanem normálisan, hogy akkor nincs hiszti, hogy ennyit ne lehessen kibírni egy alkalommal az életbe még cukorbetegeknek oké, okay, de az oltásra felesleges. Én erre még mindig azt mondom, Ez hogy... nem értek egyet. Szerintem, én hogyha értek. van valami, ami kevésbé fáj, és a gyereknek tök akkor jó, akkor miért Meg hogyha tényleg ugyanúgy elérhető a gyerek számára, akkor most miért nem mert? fogom azért választani a tűt, hogy, hogy neki most... Há, választ... ki te is, nem mert nekem tényleg... is ki kellett bírni. De, miért, választanád a tűt, hogyha ott van a fájdalommentes tök jó. Hogyha Szerintem, ugyanolyan jól működik, akkor jó nem dolog. fogom ugyanannak a traumának kitenni, még hogyha mondom, nálam nem is volt annyira trauma, Barninál inkább nem fogom annak a traumának kitenni, hogyha van egy olyan megoldás, ami kevésbé traumatikusabb. Úgyhogy hát ez ugyanolyan, olyan, mint a ha lehetne mondjuk prostata úgy csinálni, hogy, 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 nem kell. Hogy nem kell, hogy benyújjanak <laughs> igen. Miért ne? Hát persze, persze. Aztán lehet van az elentét, aki <laughs> meg. Csak azért is tudod. Jaj, olyan jó volt. Ó, mutat. basszus! <laughs> Barni, előző héten bezzeg, voltál itt, most miért kell újra megnézni? a régi szép <laughs> Miért kell újra megnézetni a Előző héten voltál itt, Barni. úgy neki, hogy figyelj, ez nincs baj. Én azzal kezdtem, hogy egy... fáj az oltás. Majd, hogy nem fáj, vagy érzem, én, é, valamit én, meg, én, meg, azt mondanám kicsit. a gyerekemnek, hogy figyelj, hogyha nincs más alternatíva, amit választottak, azt mondom, hogy figyelj, ki kell bírni. Ja, ne, persze. Kész, izé, de ne, hogy... Nem fogom szépíteni a dolgot, de nem is fogom azt mondani, hogy szétrancsírozza a bőrödet, De azt se fogod mondani, hogy hát, de lehet az egy gyereknek azt mondani, hogy jó, csipés nem érzed. Lehet, am... Tudjuk, nem, persze, lehet ezt mondod. Lehet, hogy az lesz, hogy De Nekem is, aztán... is ezt mondták. Persze, mindenki. oltása, meg mindenkinek. De a el még nincs is baj. A darás az már fájdalmasabb, hogyha azt mondanák. Az hogy jó, darássip... egy darás csípés jobban fáj az, mint egy oltás. Igen, szerintem is, szerintem is. Ha jól tudom, hat napig van elég aksia egy ilyen izének, vagy valami ilyesmi, és utána neked ki kell szedni, és vissza kell nyomni. Szóval nem teheted ugyanolyan oda, mint ahova az előzőt tetted. Szóval, hogyha az előző monitorod itt volt, De mikor, rakhatod mikor a másik karodra. vagy a másik karodra, vagy még a hasba szokták tenni. Bimbóra. Oda, Golyóra. Oda, oda, nem ajánlom. Golyóra. Oda nem ajánlom, de, de amúgy ja. Azért ne nevezzük már egy tűszúrás traumának, oké, és hogy fáj a gyereknek, és ha van sokkal enyhébb módszer, mint a tű, akkor oké, de ha mégis kap egy szurit a gyerek, akkor nem hinném, hogy instant traumatikus élményekben lesz része. Nem is ezt mondtuk. Nem, de, azt mondtam, nem, hogy... Nem, de azért... Én is, amikor annó az általánosban volt ez a kis közös oltás, utána én is mai napig, el kell menni oltásra, én bevallom ideges vagyok. Mm -hmm. Szóval hogy ez biztos, hogy azért kiskorban alakul ki. Most, hogyha kiskorban rögtön ez van, hogy tűmentesen ez a kis szipóka hogyha a gyerekeket, és nem kell emiatt aggódni, akkor szerintem tök jó, hogy utána addigra kifejlődik lehet az orvostudomány arra is, hogy minden oltást ezzel csináljanak mindenkinek. Ja, 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 ja. Képzeld el, Indiában most egy rákban elhúnyt férfinak, a szülei sok-sok ilyen jogi vita után kiküzdötték magunknak azt, hogy megkapják a rákkezelés előtt lefagyasztott spermáját, a fiúknak a rákkezelés előtt Igen. megkezdett spermáját. Megkapták a zöld lámpát arra, hogy béronyával gyereket, gyereket nem vezzen a az elhúnyt fiúk. Hát <laughs> és, ez sok, sok, hát ilyen ez dolgot, nekem sok ilyen dolgot felvet. Előtte bele egy... Én nekem ez... Ne, sok. Igen. Nekem sok kicsit. Na, én is ezért hoztam be ezt, még a Henryvel írtuk össze ezt a az izé témát, de nem beszéltük végül ki. ez szóval, nekem sok. szóval még egyszer elmondom, a lényeg, hogy a rákban diagnosztizálták a fiúkat, és a kemoterápia előtt lefagyasztottak spermát, ugye, sperma bankba. Ez a, elhunyt ugye a férfi, és a szülei kérvényezték a bíróságtól, hogy ezt a spermát felhasználhassák, és béranya kihordja a fiúknak a fiát. És a fiúk ebbe beleegyezett? Ez az, ami nem derült ki a cikkből, de gondolom, hogyha leadta a spermáját, akkor igen. Mert gondolom erről, gondolom megkérdezett, hogy, gondolom megkérdezett, hogy figyelj, értem én, hogy kell a spermám, de hogy akkor fel fogod ezt használni. Gondolom, hogy itt ez szóba került, hogy akkor erre engedélyt adott. De azt tudom, hogy a jogi vita nagyon sokáig elhúzódott, pont azért az etikai kérdés miatt, hogy ők úgy szeretnének unokát, hogy egyébként nem lehetett volna unokájuk. Szóval, hogy Jó, ez, ez nem a természetes... nagyon önző érdek. Hát Mármint de... hogyha a fiúk akarta volna azt, hogy hé, legyen utódom, az tök más, mint az, hogy a szülők akarják, hogy unokájuk legyen. Igen, most ez nem derül ki. Elvileg a, itt a cikk úgy volt megírva, CNN-en olvastam, nem tudom, hogy megtalálom-e. Itt a nagyszülők akarnak unokát. És hogy nagyon szeretnék, nagyon hiányzik a gyermekük, ugye a fiúk, aki elhunyt a rákban őt szeretnék ezáltal egy picit visszahozni, hogy ne az ő spermáját felhasználva a keresztül utódot utódott, nem nem ez. Ez nekem már kicsit ilyen, ez kicsit ilyen black mirroros. Nekem. Szerintem is. Mennyire tart Nem a ez etikusnak? az életnek a természetes kimenetele. Szóval Szerintem. Hogyha, hogyha, meghal a fiad, akkor, és van egy ilyen lehetőséged, akkor... Ha ő ha, ha ő, ő, ő beleegyezik, hogy, meg ha ha, de, várj, de más az, hogy ő beleegyezik. Ki, ki akarja ezt? A, a fiú. Kitől jött az ötlet? a fiúnak ez az óriási nagy vágya, hogy ő tudja, hogy meg fog halni, és szeretné, hogy legyen utódja, az egy tök más sztori, mint hogy a szülő oda és beleegyezik a fiú, legyen egy utódja. Uh -huh. A kettő az tök más, szerintem. Nekem nagyon fura az egész, minden szóval mindenhogy nagyon furcsa, de egy kicsit talán elfogadhatóbb az, hogyha a fiú szerette volna, hogy ő neki legyen mindenképpen egy utódja, és uh -huh. akkor azt utólag a szülei teljesítik ezt a vágyát. Ez egy kicsit talán járható bút, szerintem. Szerintem, is. De szerintem. De is. az, hogy az unoká, akarsz egy unokát, meg ugye ez valamennyire a, a fiadat visszakad. a fiadat visszahozni, kicsit így a, az emlékét, ez nekem nagyon fura. Hány éves volt a fiú, amikor elhunyt? Férfi volt, 26 éves egyébként, ami nagyon durva, mert velünk egy korú, vagy hát velem egy korú korán elment, sajnos. És akkor jön az a kérdés, hogy annak, a gyereknek milyen élete lesz, ha konkrétan azért csinálták, mert hiányolják a halott apját. Nem hinném, itt egyébként a, a cikk arra tért ki, hogy nagyon-nagyon hosszú jogi vita volt ebből Indiában és végül megnyerték, szóval elvileg most lehet le, elvileg most megkapták, mert volt valami precedens erre. Precedens jog által meg megkapták az, az engedélyt erre, hogy meg, hogy, hogy meg lehet ezt csinálni, viszont ők azt mondták, hogy ők pont ugyanannyira fogják szeretni és sajátunkként felnevelni azt a gyereket. Abba mint biztos ha. vagyok. Szóval én ezzel nem, én, én nem fogom azt hinni, hogy el lesz hanyagolva a gyerek, vagy máshogy lesz kezelve azért, mert az nem az ő gyerekük, hanem pont, hogy még nagyobban fogják értékelni. Biztos, hogy a nagyon fognak figyelni rá, nem is erről van szó, de a gyerek, amikor felnő, és itt van ez a sztori a háttérben, azt szerintem neki se egy egyszerű eset. Hát nem, az biztos, hogy nem. Ezt, ezt, esetleg elmesélni valakinek, hogy őnek ő, mi az ő sztoria. Az biztos, hogy nem, viszont egy nagyon különleges sztori egyébként. Hát az biztos. Szóval, hogy az biztos, hogy odafordulnak a szemek, szempárok, meg fülpárok, hogyha ezt elmeséli, akkor a nagyszülők fogják felnevelni az unokájukat, kérdezik, igen, de mondjuk ezt szerintem én, nem, én nem Én nem azt mondom, hogy ne, csak számomra ez nagyon furcsa. Ez, ez nekem Nem azt mondom, hogy beteges, az egy rossz szó erre, de nekem ez annyira nem természetes. Hát nem ez a természetes, ugye, mert uh, sajnos, hogyha elhúny valaki rákban, akkor nem lehet gyereke. Uh -huh. Ugye, meg, meg pont az, hogy ez már annyira előkészült dolog volt, hogy tudták, hogy elkezdik a rák kezelését, de hogy ott már ugye sérül minden sejted meg DNS-ed, meg minden a terápiától. De ilyenkor egyébként a... És még előtte gyorsan levették, ugye? Ja, az Vagy még előtte, előtte volt. volt. Aha, szóval... De akkor már nem lehetett benne a DNS-be ez a hiba? Genetikailag a, a rák az örökölhető. Úgyhogy Azért mondom, elvileg hogy... Elvileg benne van, benne van a genetikában, hogy hajlamosabb lesz e, rákra, mint mondjuk valaki, aki akinek nem volt a felmenői között rákos megbetegedés. Nagyon durva. Szerintem. De ilyen az hogy már itt tartunk. Én egyébként kiegyeznék abba amit te mondtál, hogyha a férfi részéről jött az, hogy ő szeretne unokával megajándékozni a szüleit, vagy hogy így szeretné a utódot, hogy, hogy, hogy tovább éljen ezáltal egy picit ő is, akkor azt mondom, hogy jó. És hogyha azt mondják a szülők, hogy oké, okay, kettő gyereket szeretnénk, öt, öt, gyereket, öt, öt unokát szeretnénk, Amúgy szóval hogy akkor azt nem ők tudom, fel vannak hatalmazva bármivel? Ami... Azt nem tudom, nem hinném, szerintem, meg nem tudom, hogy mennyire egy, lef, egy lefagyasztható minta Mennyire lehet szétszedni ketté, hogy két külön alkalommal használja fel, azt se tudom például. Ja, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Na, annyira itt tartunk. Nincs annyi sperma, azt írják. Azért tudni kell, hogy több milliárd spermát löki ilyenkor a, a férfi, és abból egy jut be. Szóval, hogy bőven van annyi spermium, hogy... Én bejutottam. Te is. nyertesek vagyok. Akik itt vagytok, nyertesek vagytok. Na ja, szóval ezt így még gondoltam, akkor már bedobom, hogyha... hogy... Ha tényleg azt lefagyasztod, az meddig jó? Hát szerintem, ha te lefagyasztod, otthoni meddig? fagyasztóban nem mellé. Jó, nem, most nem arra gondolok, hogy ez otthon az acsik, bedobom a fagyba. Szerintem sokáig. Nem tudom. Nagyon hülye példa. Egy csirke mellett beraksz a fagyra, azért az se jó tíz év múlva. Igen. Én ilyenkor beszoktam inni magyarul. Tíz, tíz év, azt, azt, mondja, hogy a standard tíz Angliában tíz év. Akkor ma ez egy ilyen orvosi téma volt félig. Volt itt minden. Volt Bali, utazás. Sperma, <laughs> Suri, Győztesek. Victoria Secret. <laughs> Üdvít nálunk. Van Victoria és Sperma. <laughs> Az Köszönjük, hogy itt voltatok. Youtube-on iratkozzatok fel. Sziasztok. Szép napot. Ciao ciao.